Az első hazai mérkőzésen megvan az első győzelem. U16-os együttesünk a Lantos Mihály sporttelepen az előző évben U15-ös bajnok Kisvárda együttesét látta vendégül. Az első gólra egészen a 33. percig kellett várni. Cezénó futott el a jobb szélen, lapos beadására Kugyel az alán becsúszva érkezett, de így is sikerült Tóth Milán mellett a kapuba juttatni a labdát, ennek köszönhetően csapatunk került egy gólos előnybe. A második félidő elején egy rosszul hátra passzolt labdát követően Csengeri került zicserbe, de Pirgi jól jött ki a kapujából, és így lövésig sem jutott el a Kisvárda támadója. A 67. percben Jádi szögletét követően Tóthról kipattant a labda, majd a védelem sem tudott tisztázni, Kugyelának pedig így nem volt nehéz dolga, aki közelről talált a kapuba, ezzel megszerezve saját maga és csapatunk második gólját is. A hajrá még tartogatott izgalmakat, mivel a 89. percben egy eladott labdát követően Firszov lőtt gyönyörűen a kapu jobb oldalába, így egy gólra olvadt az előny. A 3 perces hosszabbítás során azonban több találat már nem született, ennek köszönhetően Bodnár Gábor tanítványai egy nagyon nehéz mérkőzést követően megszerezték első győzelmüket a szezonban. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős meccset játszottunk, ugye tavalyi bajnok ellen, de egyéni jó teljesítmények mellett és össze volt állva a csapat, most ment mindenkinek, szerintem így egy jó meccset tudtunk játszani és sikeresen nyertünk. Már eleve így készültünk rá, hogy kemény meccs lesz, mert ugye ők nyerték tavaly a bajnokságot is, ezért úgy álltuk neki, hogy mindenféleképpen nyerni kell. Próbáltunk támadni nagyon sokat, több helyzetet kialakítani és visszazárni. Azt kérte külön, hogy zárjuk mindig vissza, mert kontrákban nagyon erősek. Pénteken edzésen taktikákat gyakoroltunk, szögletet, védekező, támadót, de igazából biztatásokat mondott, hogy mindenki tegye ki a lelkét, szívét a pályára, és úgy gondolom, hogy ez megvolt. Azzal elégedett vagyok, hogy szerintem az elmúlható, hogy az egész mérkőzésen talán mi játszottunk fölényben, még hogyha nem is tudtuk szerintem most annyit birtokolni a labdát, amennyit szerettük volna, és a labdaszerzésben is azt gondolom, hogy a mérkőzésen nem voltunk elég koncentráltak, de mikor megérezték a srácok, hogy mit kell tényleg csinálni, és azt meg is lehet csinálni, akkor azt gondolom, hogy elég hatékonyak voltunk. Volt nagyon sok szép támadásunk, abból csak egy szép támadásból rúgtunk volt, meg ugye egy pontrúgásból, úgyhogy a játékkal nem vagyok egészen eget, viszont az eredménye maximálisan, mert azért az nagy fegyvertény, hogy a tavalyi bajnak, hogy győztük le. Következőnek ugye edzünk hétfőtől péntekig, és a Honvédhoz megyünk. Én jó meccsre számítok ott is, az nyilván szerintem nem lesz egy ilyen előre rugdosós csapat, mivel ők is szeretnek játszani, de velük is meg kell mérkőzni. Szerintem legalább ilyen kemény mérkőzést fogunk játszani, úgyhogy játékban előrébb kell lépünk, hogy amiről mondjább beszéltünk, hogy ne csak hullámokban jöjjön elő a saját játékunk, hanem talán az egész mérkőzés folyamán elmutató legyen, hogy valóban nálunk van a labda, mi birtokoljuk, mi tudunk azokból tudunk szép helyzeteket kialakítani, úgyhogy igazság szerint erre fogunk fókuszálni az elkező napon.